Van mellettem egy 2013-as KTM, 250-es típusú, pont olyan, amivel idén én versenyzek a magyar bajnokságban, illetve hát ugye a cseh bajnokságban is. Elsősorban mindig megfogott az a maga a motoblokk. Sokkal nyomatékosabb lett a 13-as motor, mint a 12-es, ami nekem nagyon nagy örömömre szolgál, mivel nekem nagyon hiányosságom volt a 2012-essel. De ezt a motort, ezt szerintem a gyár egyik legjobb motorjának lehet nevezni, mert tényleg nagyon-nagyon pozitív benyomást keltett itt az első méterek után is. Ugye a gyári futómű az olyan körülbelül 70 kilós pilótákra van beállítva, én pont beleesek ebbe, pont 71-2 kiló vagyok. Igazság szerint ugye ez alattam kéne működni a legeslegjobban. Egy profi versenyző úgyse ezeket a telókat, illetve beállításokat fogja használni. Szerintem ez egy középkategória, illetve egy bizonyos tempóig tökéletes ez a teleszkóp, mivel meg tudni motorozni, illetve heti egyszer kimenni vele motorozni teljesen megfelelő. Az ugratókon és illetve a kanyarokban a viselkedése nagyon függ attól, hogy milyen teleszkóp van benne. Ugye ezt elműtettem az előbb, hogy versenyzőkön változik. Nagyon jól viselkedett mind nyomban, mint maga olyan kanyarban, ahol ugye nincs támaszék. Az enyémről leszállok és felülök erre, akkor sok mindent nem veszek észre. Nagyon hasznos változtatások vannak, itt például gondolok a légszerelőkre. Nagyon sok buszságot okozott nekem az előző években az, hogy folyamatosan beakadt a lábunk a nyomoknál, és kihajtottuk a hűtőt, stb. Szóval voltak ilyen dolgok. Ezt most nagyon jól megoldották abban, hogy befordították. Nagyon hasznos, illetve itt észre lehet venni pontos hasznos dolgokat, ami sokkal könnyebb szerelést érhetünk el, és sokkal gyorsabbak lehetünk azáltal. Szerintem ez a motor profi versenyzőknek olyan 70-80%-ban van kész bolti állapotban. Innentől kezdve pedig nagyon kis ráfordítással értünk el olyan motort, amivel a legjobb versenyeken tudunk majd részt venni.